Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Mersz Attila vagyok. Ma december 20-a van, Teofil és Keresztély névnapja. 186 éve született Tán Károly kémikus, egyetemi tanára, magyar vegyészeti tudomány meghatározó alakja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Ma van advent negyedik vasárnapja. Már az egészségügyi világszervezet is vizsgálja az eddigieknél sokkal fertőzőképesebb, nemrégiben azonosított új koronavírus törzset. 3534 új koronavírus fertőzöttet azonosítottak Szerbiában az elmúlt 24 órában. Kamion kísérettel, teleputtonnyal és sok-sok ajándékkal érkezett a télapó Andreai lurkóházba. A hét elején a hétvégéhez hasonló, borult, de száraz időjárásban lesz részünk. Ma van advent negyedik vasárnapja, színe a bűnbánatot kifejező lila. Ezen a napon mind a négy gyertya egyszerre igaz adventi koszorún. Amikor a negyedik gyertya lángja is felragyog, eszünkbe juthat a napkeleti bölcseket vezető betlehemi csillagragyogása. A keresztények körében a karácsonyt megelőző időszak a várakozásról szól, a Jézus Krisztussal való találkozásra való felkészülésről, mondta Józsa Gáspár atya. Az újvidéki Mária neve római katolikus plébánia káplánja hozzátette, ilyenkor magunkba szállunk, önvizsgálatot tartunk, hogy méltóképpen tudjuk várni Jézus születését. Belopóckodott a fény a sötétségbe. Ez körülbelül olyan, amikor a betlehemi csillag ugye közeledett a földünk felé, és látható vált. És utána minél erősebb lett, és ugye arra felfigyeltek ugye a napkeleti bölcsek is, ugye három szent király, és utána látták, hogy tényleg itt valami fontos fog történni. És meg fog születni az az ember, aki a népek számára uralkodó lesz. És ugye nálunk is így a gyertyák meggyújtása elsőt, ugye negyedikig, valahogy ezt is szimbolizálja, hogy minél több a fény, annál több, ugye inkább közelebb vagyunk Jézus Krisztus születéséhez. Az adventi koszorú meggyújtott negyedik gyertya a szeretetet szimbolizálja. Orosz Attila bácskai református esperes szerint az idei évünkhöz hasonlóan az idei advent is sajátságos. Kicsit sajátos az idei adventünk is, meg a karácsonyi előkészületünk is, hogyha abból a tényből indulunk ki, hogy a negyedik gyertyát gyújtjuk meg ilyenkor, amely a szeretetet szimbolizálja, akkor én úgy érzem, hogy még közelebb vagyunk az Isten szeretetéhez. Ami egy óriási élmény mindannyiunk életébe, független attól, hogy van járványveszély, vagy pedig nincs járványveszély, hiszen klasszikus szentírási helyet idéznék a Lukács 19:10-et, mert azért jött el az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ugye mi vagyunk itt bűnös, gyarló, elveszett emberek, hogyha Isten nem küldte volna el az ő egyszülött fiát, hogy hozza el a maga szeretetét, békéjét, akkor nem tudnánk semmibe bízni, mert az advent az a vigasztalásnak is az ünnepe, nem csak a várakozási, meg a reménységnek is. És Isten nem csak vigasztal, hanem reményt is ad azzal, hogy az egyszülött fiút elküldte hozzánk a maga szeretetével, békéjével, hogy átformáljon bennünket, mássá, szebbé, szeretetteljesebbé tegye az életünket. Ez csak rajtunk múlik, hogy befogadjuk őt, vagy pedig elutasítjuk. A fény kiteljesedését is jelképezi a karácsony előtti utolsó vasárnapon meggyújtott adventi gyertya, mondta Dolinszky Gábor. Az evangélikus püspök helyettes szerint az ünnepre való hangolódásnak fontos része a felkészülés és a várakozás is. Az adventi koszorú meggyújtott négy gyertya pedig ennek az időszaknak a végét jelzi. Advent negyedik vasárnapján mindenek előtt az adventi koszorúra rátekintünk, mind a négy gyertyát égve látjuk, ami jelzi a fénynek a kiteljesedését. Arra emlékeztet bennünket, hogy fogy az időnk. Tehát advent negyedik vasárnapja után ugye karácsony ünnepe következik, a felkészülés várakozási időnek a végét jelzi. És nagyon fontos számunkra az, hogy karácsony ünnepére, ha tekintünk, hogy,
hogy a karácsony annak karácsony is ahhoz érkezik meg karácsony ünnepe, aki várakozik és felkészül karácsony ünnepére. Tehát advent negyedik vasárnapja az egyfajta öröm, másrészt más oldalról pedig egyfajta figyelmeztetés is, hogy még egy kis időnk van felkészülni, de már itt van az ünnep. A járványhelyzet nehézségeivel szemben lelki megújulást szorgalmazott Ferenc pápa advent negyedik vasárnapján mondott beszédében a Szent Péter téren. Kijelentette, hogy a közeledő karácsony lehetőséget ad a belső megújulásra, az elfelejtett imához való visszatérésre, a megtérésre, az emberek közötti hit és a testvériség ismételt felfedezésére. Hozzátette, hogy a járványhelyzet teremtette nehézségekben nem panaszkodni kell azért, amit a pandémia miatt nem tudunk megtenni, hanem cselekedni kell azokért, akiknek kevesebb van. Az egyházfő az apostoli palotáknak a Szent Péter térre néző ablakából mondta el beszédét, amelyet több ezeren hallgattak, többségében rómaiak. Ez volt karácsony előtt az utolsó alkalom, hogy a hívők találkozhattak Ferenc pápával, hiszen a járvány korlátozások szigorítása miatt a pápa szenteste és december 25-én a Szent Péter bazilikában lesz, ahova korlátozott számban mehetnek majd csak be a résztvevők. Még nem sikerült ellenőrzés alá vonni az eddigieknél sokkal fertőzőképesebb, nemrégiben azonosított új koronavírus törzset, mondta a brit egészségügyi miniszter. Matt Hancock kiemelte, a brit kormány pénteken délután kapott hivatalos tájékoztatást arról, hogy az új koronavírus változat milyen gyorsan terjed. Ezt követte a tegnapi bejelentés arról, hogy Londonban és Dél-Kelet-Anglia több más térségében az eddigi három fokozatú járványkészültségi rendszert kiegészíti egy még szigorúbb, negyedik fokozat. Ez vasárnap 0 órától ezeken a területeken érvénybe is lépett. A friss kimutatások szerint Londonban a koronavírus fertőződések 60%-át az új vírustörzs okozza. Az új variáns fertőző képessége akár 70%-kal is meghaladhatja a korábban azonosított változatokét. Az egészségügyi világszervezet is bejelentést tett az újonnan felfedezett koronavírus törzs kapcsán, amely először Dél-Kelet-Angliában bukkant fel. A WHO vészhelyzeti igazgatója és járványtani szakértője a BBC-nek megerősítette, hogy valóban Dél-Kelet-Angliából, esetleg Londonból származik az új koronavírus törzs, amelynek létezését még szeptemberben jelentette a WHO. Mostanra már Dániából, Hollandiából, valamint Ausztráliából is jeleztek fertőzéseket, hozzátette. Számos mutációról tudnak azonban a kérdéses vírustörzs. Egyelőre nem mutat súlyosabb klinikai képet a pácienseknél az első vizsgálatokat követően. Jelenleg azt kutatják, vajon megjelente máshol is ez az új törzs. Ugyanakkor elmondta, minél tovább terjed, annál veszélyesebbé válhat. Videokonferenciát szervezett az Európai Tanács az újonnan felfedezett koronavírus törzs miatt. A megbeszélésen az Európai Unió tagállamainak vezetői megvitatták az új vírustörzsel kapcsolatos információkat, illetve a lehetséges újabb intézkedések bevezetését terjedésének megállítása érdekében. Habár az uniós intézmények dolgozói hivatalosan pénteken már megkezdték a karácsonyi szabadságukat, és az illetékesek elutaztak Brüsszelből, az új koronavírus törzs terjedés miatt tárgyalást folytattak egymással online formában. Erre azért volt szükség, mert a pénteken felfedezett vírustörzs és annak gyorsabb terjedése aggodalmat váltott ki az Európai Unió vezetésén belül. Az új vírustörzs megjelenése miatt egyébként már több ország megtiltotta az Egyesült Királyságból induló utasszállító repülők fogadását. Most lássuk, hogyan alakul a járványhelyzet Szerbiában. 3534 új koronavírus fertőzöttet azonosítottak Szerbiában az elmúlt 24 órában. 11068 tesztből ennyi lett pozitív. 54 újabb beteg hunyt el a betegség szövődményének következtében. 9604 személy szorul kórházi kezelésre, közülük 314 személy lélegeztetőgépre van kapcsolva, az ő állapotuk kritikus.
A legutóbb nyilvántartásba vett koronavírus fertőzöttek csak nem egyharmada belgrádi, írja a szerb közmédia. Ez azt jelenti, hogy a 3534 beteg közül 1065-öt a szerb fővárosban regisztráltak, míg Újvidéken 213, Kragujevácon 129, Nizsben 127, Nagybecskereken pedig 101 az eset szám. Több mint 50 feletti az új betegek száma más települések mellett Krajevóban, Vajevón és Pancsován. Mérséklődött az új megbetegedések száma Vajdaság területén. Az elmúlt 24 órában 938 új koronavírusos esetet regisztráltak a tartományban, tájékoztat a Vajdasági Közegészségügyi Intézet. Helyzet továbbra is rendkívüli, de a járvány stabilizálódni látszik. Vajdaságban csaknem 42 ezer koronavírusos személy van. Ebből mintegy 12 ezer Újvidéken, Pancsován 4 ezernél, Nagybecskereken 3 ezernél, míg Szabadkán 2400-nál több jelenleg is fertőzött szemét tartanak számon. Az illetékesek továbbra is arra kérik a polgárokat, szigorúan tartsák be az óvintézkedéseket és az ajánlásokat a maguk és környezetük egészségének védelme érdekében. Egyre kevesebb koronavírus gyanús esetet vesznek nyilvántartásba Szabadkán. A legfrissebb adatok szerint az elmúlt 24 órában több beteget engedtek haza, mint ahány újat felvettek. A Szabadkai Közkórház jelentése szerint az elmúlt egy napban 42 pácienst vizsgáltak meg, akik közül 6-ot bent tartottak kórházi kezelésen, míg 15 szemét hazaengedtek otthoni lábadozásra. Az intenzív kezelésre szorulók száma is 15, akik közül 9-en szorulnak mesterséges lélegeztetésre. A Szabadkai Közkórházban jelenleg 169 koronavírusos beteget kezelnek, írja napi jelentésében az egészségügyi intézmény. Elkészült a Kruševáci Covid kórház, Szerbia második újonnan felépült Covid kórháza a Batajnica intézmény után. Ide érkeznek majd Dél- és Közép-Szerbiából is a koronavírusos betegek, akiket 126 orvos és több mint 500 egészségügyi dolgozó lát majd el. Az új kórházat Alekszandr Vučić is megtekintette. Hétfőn fogadja az első betegeket az új Kruševáci Covid kórház. Az épületben 500 fekhelyet alakítottak ki, 150 személy intenzív, valamint 350 ember félintenzív ellátását biztosítva. Prve pacijente ćemo primiti sutra ujutru u 8 časova. Mi smo u potpunosti i spremni, ali eto dali smo možda još nekih 24 sata da istestiramo sve sisteme, tako da će sutra ujutru u 8 prvi pacijenti biti bezbedno primljeni u bolnicu. Nagy nap ez Szerbia számára, mondta Alekszandr Vučić a megnyitón. A szerb államfő kiemelte, mindössze 4 hónap alatt épült meg az ország második Covid kórháza. Az új intézmény technikailag is felszerelt, mondta Vučić. Egyebek mellett 150 lélegeztetőgép és ugyanennyi betegőrző monitor teszi lehetővé a páciensek szakszerű ellátását. Sada mogu da kažem da imamo dovoljno mesta na intenzívnej nezi. U potpunosti, da kad kažem sada, ne mislim danas da ćemo dobiti, nego ćemo imati i ukoliko situacija bude još lošija. I zaista sam ponosan na to što je Srbija uradila, jer srpska država je pokazala svoju snagu. Az új Kruševáci Covid kórház felszerelése 9,5 millió euróba került. Az éjszaka folyamán is hatalmas volt a torlódás a szerb-magyar határátkelő helyeken, a Szerbiába belépő oldalon. A reggeli órákban a polisz.hu adatai szerint a Magyarországról kilépők Szerbia irányába röszkénél legalább 5, a buszok 4, a kamionok pedig szintén 5 órát várakoztak. A Tompánál Szerbia felé kilépő autósok 3, a kamionosok pedig 1 órát vesztegeltek. Délelőtt csökkent a torlódás a Magyarországról kilépő oldalon Szerbia irányába, a jelenleg üzemelő átkelőkön, éjféltől pedig az új intézkedések miatt leginkább csak tranzit forgalomra kell számítani. Vége láthatatlan sorok a Horgos-Röszke autópályán a határ Szerbiába belépő oldalán. Szombat este az utasok elmondása szerint a Magyarországról kilépésre időnként 9 órát is vártak, a két határ közt további 30-tól 60 perc kellett, hogy bejussanak Szerbiába. Horgoson minden beléptető sáv dolgozott, még az egyik buszsávot is megnyitották az autósoknak. Vasárnapra virradóra egész éjszaka sem csitult a helyzet. A Nyugat-Európából hazatérő már türelmetlen vendégmunkások időnként hangos tülküléssel adtak hangot nem tetszésüknek. A
horgosi határrendőrség illetékesei szerint vasárnap 0 órától a délelőtti órákig mintegy 10 000 utas lépett be Magyarország irányából Szerbia felé. A Horgos-Röszke autópálya határátkelőhelyen az összesítés alapján csütörtöktől vasárnapig mintegy 50 000 léptek be Szerbiába. Itt természetesen nem csak szerbiai állampolgárokról, hanem a környező nyugat-balkáni országokban dolgozó vendégmunkásokról is szó van. Egyébként vasárnap délelőtt az autóbuszok vártak legtöbbet a Szerbiába való belépésre, hiszen mintegy 60 autóbusz torlódott föl, akik 5 óra hosszat vesztegeltek. A buszokon leginkább észak-macedón és albán vendégmunkások utaztak, elvétve lehetett látni egy-egy szerbiai járatot. Az illetékesek szerint a szerbiai vendégmunkások többsége az elmúlt napokban már hazatért, mielőtt még tudomást szereztek volna arról, hogy a karanténkötelezettség csak hétfőtől lép érvénybe. Vasárnap az autósok közt is leginkább csak a Szerbián átutazókkal találkoztunk a horgosi határon. Ja, živom u Njemačku, a idem sada na kuću u Kosovo. Vasárnap délben Röszkén az autósok elmondása szerint már csak alig egy órát kellett várni, hogy Magyarországról kilépjenek Szerbia felé a hazatérő vendégmunkások. És Röszkén a Szerbia? Dali ste izabrali još ovaj dan da bi izbegli karantin i negativan PCR test? Ma ne, ja idem stalno, ne. I izvadio bi ja test. Inače imate test? Ne, imam sad, ali sutra, teko sutra važi. A Szerbiába belépésre a két határ közt kora délutánig szinte teljesen megszűnt a várakozás. Az egyik Angliában dolgozó bolgár vendégmunkás már érvényes negatív PCR-teszttel kelt útra, mert arra szüksége van a Bulgáriába való belépéskor. Idete kucsi za novu godinu? Da, idem za Christmas, za Koledo. I kad se vraćate? Posle novu godinu. I kad budete ušli u Englesku, onda ćete u karantin ili kako? Še budemo u karantina. 14 dana, sedimo doma na karantina i tada idemo na rabotu. Vasárnapról hétfőre 0 órától alkalmazzák Szerbiában a belépéshez szükséges negatív PCR-teszt felmutatásának szabályát. Minden külföldi személy csak negatív PCR-teszttel léphet be Szerbiába, a szerb állampolgároknak, ha nincs negatív PCR-tesztjük, akkor 10 napos karanténra kötelezik őket, amit egy Szerbiában elvégzett teszttel kiválthatnak, amennyiben nem fertőzöttek. A szabályozás az ingázókat és a határmenti forgalmat nem érinti. Teszt és karantén kötelezettség nélkül léphetik át a magyar-szerb határt, az ingázók a tavaszi szabályozáshoz hasonló módon. Az átkeléshez az úti okmányon túl munkáltatói igazolásra van szükség, amely igazolja a rendszeres munkavégzés tényét az anyaországban. Ezt Pásztor István, a VMS elnöke közölte közösségi oldalán. Emellett hatályban marad a határsávtól számított 30 kilométeres körzetkorlátozás és a 24 órás időkorlát is, teszt és karantén kötelezettség nélkül mindenki számára. Csökkent a napi koronavírus fertőzetek száma Magyarországon. Az elmúlt egy napban 2967 új esetet regisztráltak, elhunyt 185, többségében idős krónikus beteg, így a halottak száma 8099 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 97443 fő, az aktív fertőzöttek száma 197447 fő. Kórházban jelenleg 7022 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 520-an vannak lélegeztetőgépen. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Mától 5 napon át oszt meleg ételt rászorulóknak Óbecsén a támfivérek értelmiségi kör. Dő a választék magyar kanizsán is a fenyőfákból. Kamionkísérettel, teleputtonnyal és sok-sok ajándékkal érkezett a télapó a Dreai Lurkóházba. A gyerekek verssel, karácsonyi dalokkal köszönték meg a kedvességet. A névre szóló ajándékok mellett élelmiszert, tisztálkodási szereket, ruhaneműt, valamint játékokat is kaptak a lurkók. Közös énekkel köszöntötték a télapót a gyerekek. A 11 éves Snezsana már nagyon várta a nagyszakállú érkezését. Legyen a karácsony, gyógyító szép ünnep. Én egyedül verseltem, és meg mindannyian énekeltünk is. És mit verseltél el?
Zárt Zoltán Mikulás. Ki hozta ezt a sok ajándékot? Télapó. És örültél-e neki, hogy jött? Azért örülök, hogy már a csomagokat elhozta. A névre szóló csomagok mellett más használati eszközöket is kaptak a lurkók. Édességek, élelmiszerek, tisztálkodási szerek, ruhanemők és játékok is megbújtak a dobozokban. Bolya Ilonka, a lurkóház házfelelőse elmondta, az ünnepek alatt kapott adományok egész évben kitartanak. Támogatók nélkül nem tudna működni a ház. Minden legapróbb dolgoktól a legnagyobbakig nagyon örülünk neki, mert szükségünk van. Szükségünk van mindenre, mert a ház önellátó, tehát megpróbáljuk úgy fenntartani, hogy mentőkevesebb készpénzt kell jön kiadni, tehát főleg adományokból élünk. A vajdasági kamionosok tavaly csatlakoztak a lurkóház támogatóihoz. Tavaly úgy döntöttünk, hogy támogassuk ezeket a gyerekeket évről évre, hogy ki mennyivel bírja, ki mivel bírja, nincs megkötve. Van, aki élelmiszercsomaggal, van, aki pénzt adott, pénzen vásároltunk élelmiszer, ruha, stb., amik ő nekik szükséges itten az egész év folyamán. Toymenov Noémi december elején hirdette meg a gyűjtést, amire szép számmal érkeztek az adományok. Így karácsony közelettével úgy érzem, hogy mindenki egy kicsikét könnyebben ad, és könnyebben gondol azokra, akiknek nincs. Ezért így minden évben, már szerintem a negyedik éve, hogy gyűjtést szervezünk a gyerekek részére, és csak azért a gyerekek részére, mert ők azok, akik sajnos maguk nem tudnák ezt az ünnepet szebbé tenni azzal, hogy kapjonak vagy tegyenek a fa alá ajándékokat. Hozzátette, a jövőben is támogatni fogják a lurkóházak védenceit. A lurkóházakat az Óbecsei Samu Mihály általános iskola rászoruló gyerekek számára működő konyháját és a Horgosi tanoda hátrányos helyzetben élő helybéli gyermekvédenceit támogatja idén a Vajdasági Baráti Egyesület. A szervezet idén rendezte volna meg 9-1-ére a jótékonysági Mikulás estet Budapesten, a járványhelyzet miatt azonban erre nem volt lehetőségük. Ennek ellenére nem mondtak le a rászorulók támogatásáról. Tavaly a jótékonysági Mikulás estet megdöntötték az előző 7 év támogatási rekordját. Összesen 2.230.000 forinttal tudták támogatni a nagykikindai, szajáni, kisoroszi, szentmihályi és ürményházi óvodákat, iskolákat. És bár a rendezvényt idén nem tudták megtartani, az adományokat idén is várják az év végéig. Az elérhetőségek megtalálhatóak honlapunkon. Azt mondtuk, hogy ennek ellenére mi tudunk segíteni, ha nincsenek is most azok a belépők, vagy az ételital felajánlások, vagy a tombola, amiből ott pénzt csinálunk, mi lenne, ha mi magunk adnánk össze. Így jött az ötlet, és akkor ugye 45 tagja van a Vajdasági Baráti Egyesületnek, ugye van nekünk egy tagdíjunk, egy éves tagdíj, és abból azt mondtuk, hogy akkor 600.000 forintot ajánljunk fel erre a célra, illetve azt mondtuk, hogy akkor magánadományjal egészítsük ki, és így lett a 600.000-ből 2.250.000, ami több, mint a tavalyi rekordösszeg, úgyhogy még csak most kezdtük a gyűjtést. Mától 5 napon át oszt meleg ételt rászorulóknak Óbecsén a támfivérek értelmiségi kör. A 40 gyerek és szülő étkeztetését a tartományi kormány támogatta. Frissen sült hús, krumpli és káposzta. 40 mély szegénységben élő óbecsei gyereknek és szüleiknek ez lett az ebédje. Az ételosztásra a TAN emlékház előcsarnokában került sor. Ketten vagyunk, én meg a lányom, aki sajnos fogyatékos, 70%-os fogyatékos. Én dolgozni nem bírok menni, kapok 50% invalid nyugdíjat, ami tényleg nagyon kevés, meg utána is ezt a legkisebb támogatást kapok, úgyhogy bukválisan, hogy is elkezd nekünk, nagyon sokat jelent.
ezeket a szegény sorsú családokat jól ismerik az óbecsei fokolári mozgalom aktivistái. Gyakran segítik őket, és ebben az akcióban is részt vesznek. Rengetegen vannak, nem tudunk mindenkit tényleg ellátni, de hát nagyon törekszünk arra, hogy nyár folyamán szintén ilyen humanitárius akciókat is szoktunk csinálni, Olivier részére is gyűjtöttünk. Humanitárius akciót csináltunk szintén néhány kislány részére, akik nem tudták az ozsonnájukat fizetni az iskolába. Az ételosztás szervezője a Tanfivérek értelmiségi kör, az akció megvalósítását pedig a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatta. Nyertünk a titkárságnál, és így tudunk most 5 napon keresztül, tehát egészen karácsonyig minden nap 40 darab meleg ebédet kiosztani a rászorulóknak. Ezt a Vörös Kereszttel együttműködve és a fakulári mozgalommal együttműködve állítottuk össze a listákat. Az ebédeket az egyik óbecsei étterem készíti a családoknak. Pár nap, és itt a karácsony, az ünnep egyik legszebb éke, a fenyő, amit sokan a napokban vásárolnak meg. A magyar kanizsai piacon is nagy a választék. Ezüstfenyők és jegenyefenyők közül válogathatnak a helyiek, van vágottból és földlabdásból is bőven. A karácsony egyik fontos szereplője, a fenyőfa már a híd eleje óta beszerezhető a magyar kanizsai piacon is. Gazdag a kínálat, hiszen több száz közül válogathatnak a helyiek. Minden évben vágottat veszek, mivel van helyem, hogy egész nap látom, és akkor 1,80 képméterig. Az idei éppen hogyan fogják ünnepelni a karácsonyt, ugye rendkívüli helyzet alatt? Kettesben gyerekeim külföldön van. Cifra Piroska kisunokájával nézelődött az illatos, szebbnél szebb fenyők között. Elmondta, hogy félezüstfát keresnek, azonban meglátása szerint az idén megdrágult a vágott fák ára. Az idei karácsony szűkös, család az szanaszét van, de karácsonyfát, mivel a kicsi az itt van köztünk, meg a nagyobb unokánk is, akkor olyan az asztalra tesszük, a métereset szeretnék. A koronavírus az egész évre rányomta a bélyegét, így a karácsonyra is. Sokan szeretteik nélkül ünneplik az egyik legnagyobb keresztény ünnepet, azonban karácsonyfát a legtöbben beszereznek, hisz az ünnep nem marad el. Fenyőt jöttünk venni, remélem tanálunk is, megfelelő árba. Hát a karácsont most szentestét sajnos ketten fogjuk ünnepelni, mivel hogy ez a járvány van. Az árusok nagy választékkal érkeztek magyar kanizsára is. Elmondásuk szerint az emberek leginkább az olcsóbb, kisebb fenyőket részesítik előnyben idén. Imám a srebrnú jelkú sádnicu, pravú parkovskú, imám obične, imám nordijské, grančice, cene sú koji prošle godine, od 10 eura do 50. Az árus hozzátette, hogy a helyiek egészen december 24-ig vásárolhatnak még fenyőt a magyar kanizsai piacon. Lezárult a Gion Nándor novella és műfordító pályázat. Előbbire 20, utóbbira 3 pályamű érkezett. A jeligés pályázatot minden év február 1-én az író születésnapján írja ki a Szent Tamási Gion Nándor Emlékház. A novella pályázat első helyezettje Balázs István egy Korlátolt elme című alkotása lett. A második helyet Tátrai S. Miklós a Festő és a Lány című novellája érdemelte ki. Harmadik, megosztott helyezésben Tátrai S. Miklós és Tatár Kálmán részesültek. Salamon útja és Baráti kárpótlás című alkotásaik jelenhetnek meg a Fórum Könyvkiadó Intézet gondozásában. A zsűri 4 tagú volt idén, Rózsa Annikó televíziós szerkesztő riporter, Fehér Miklós író újságíró, Kovács Mittedit költő magyar tanár és Patyerek Réka szerkesztő magyar tanár alkották a bíráló bizottságot. A helyezetteken túl a szakzsűri további 7 novellát javasolt antológiában való megjelentetésre. 9 év alatt 6 antológia, 3 regény és 8 fordítás kötet jelent meg a Gion Nándor Kulturális Központ gondozásában. A meghívásos alapon zajló műfordítói pályázaton idén 3 alkotás szerepelt. 3 Gion regény került megjelentetésre szerb nyelven is. Ezek tehát Kovács Jolánka által lefordított a Testvérem Joab, a Jó Magam által lefordított Két éltőek a barlangból és a Postarablók.
Németh Dezső hozzátette, a pályázatok célja, hogy gazdagítsák az egyetemes magyar irodalmat, serkentsék új művek megszületését, illetve segítsék a Gion irodalmi hagyományok megőrzését, éltetését. A hét elején a hétvégihez hasonló borult, de száraz időjárásban lesz részünk. A szél a legtöbb helyen gyenge vagy mérsékelt lesz, Bánátban azonban időnként erősebb széllökések is lehetnek. A leglassabb hőmérséklet -1 és -4, míg a legmagasabb 5 és 10 fok között alakul. Kedden is felhős idő lesz, ekkor már csapadékra is van kilátás, a hőmérséklet értékek -1 és -11 fok között lesznek. Szerdán is folytatódik a borús időtérségünkben, a hőmérséklet azon elérheti a 14 fokot is. Kettő egyre verte a TSC a hazai pályán játszó Jávort a szerbiai labdarúgó szuperligában. Az első félidőben ugyan még 0-0 volt az állás, a második játékrészben viszont Nenad Lukicnak sikerült belőni az első gólt. Az 55. percben 11-es tételt a TSC-nek a bíró, ezt értékesítették. A 63. percben az ivanyicai csapatnak sikerült egyenlítenie Márko Jeftić góljával. A topjai csapat ismét megszerezte a vezetést a 90. percben. Lukic köszönt be másodszor is, és beállította a végeredményt. Győzelmével a TSC az őszi szezont így a 8. helyen fejezte be, míg a Jávor a 13. helyen végzett. A szerb szuperliga február elején folytatódik. Híradónk viszont véget ért, a napkiemelt híre jönnek még egyszer röviden. Ma van advent 4. vasárnapja. Már az egészségügyi világszervezet is vizsgálja, az eddigieknél sokkal fertőzőképesebb, nemrégiben azonosított új koronavírus törzset. 3534 új koronavírus fertőzöttet azonosítottak Szerbiában az elmúlt 24 órában. Kamion kísérettel, teleputtonnyal és sok-sok ajándékkal érkezett a télapó a Drejai lurkóházba. A hét elején a hétvégéhez hasonló, borult, de száraz időjárásban lesz részünk. Köszönöm szépen, hogy követték hírműsorunkat, amennyiben visszanéznék, vagy híreket olvasnának, kattintsanak a pannonrtv.com-ra. Itt egyébként filmjeinket, riportjainkat is megnézhetik, visszanézhetik. Ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is, ugyanis rögtön kezdődik a Trianon 100, a nemzeti összetartozás éve kapcsán készített tárca műsorunk az elmúlt 10 év szerb-magyar viszonyairól. Szép estét, viszontlátásra!